15 éves a dr. Barsi Ernő Alapfokú Művészeti Iskola. A tanintézmény pedagógusai közel 3 éve oktatják a néptáncot Beledben, és ma már 30 kisgyermek heti rendszerességgel tanulhatja a néptánc alapjait a Város Általános Iskolájában. Az elmúlt hétvégén nagyszabású gálaműsoron ünnepelték meg az elmúlt másfél évtizedet Kapuváron. 2002-ben Csitei Gábor kezdeményezésére létrejött egy új intézmény Kapuváron és a térség több településén. A kezdetekben a Győri Harmónia Művészeti Iskola tagiskolájaként, majd 2005-től önálló, alapítványi fenntartású szervezetként kezdte meg működését a dr. Barsi Ernő Alapfokú Művészeti Iskola. Eltelt 15 esztendő. A néptánc, a népi játékok, az ének, a muzsikálás, egyáltalán a művészeti nevelés létfontossága szükségletek kielégítését szolgálja. Erre a kultúrára nevelni, tanítani kell az ifjúságot. Ezt ismerték fel művészeti iskolánk munkatársai, és az elmúlt 15 esztendő során több száz gyermeket és fiatalt szólítottak meg. Néptáncórák, közös kirándulások, táncházak, táborok, versenyek és fesztiválok, külföldi utazások, baráti kapcsolatok, táncos szerelmek, közösségi élmények jellemezték az elmúlt időszakot. A Barsi iskolának köszönhetően több száz, és talán mondhatjuk, hogy több ezer gyermek és fiatal került kapcsolatba mozgásos anyanyelvünkkel, a néptánccal. Részletet láthatnak a néptáncosok műsorából.